Jó reggelt! Amikor először találkoztam életemben ezzel a rendszerrel, nagyon nagy benyomást keltett rám. Azt kell mondanom, hogy gyökeresen megváltoztatta az életemet. De az se túlzás, hogy valószínűleg téglákat pakolnék segédmunkásként, hogyha nem találkozom vele iszonyúan sok rétű rendszer, rengeteg dologra lehet használni. Ma egyfajta felhasználását szeretném megmutatni neked, az pedig egy egyszerű webszerver elkészítése, mert erre is alkalmas. A DevOps Akadémia online képzését látod, én Cakó Krisztián vagyok, és ma a kedvenc operációs rendszerem és a kedvenc hardveres környezetemet szeretném megmutatni neked, ebben fogom megmutatni egy egyszerű webes környezet elkészítését. Úgyhogy vágjunk is bele, nézzük, hogyan lehet belőle egy egyszerű webszervert csinálni akkor kezdem azzal, hogy bekapcsolom a rendszert. Az az egyik szépsége, hogy a boot idő valami iszonyatosan gyors, az operációs rendszer azonnal elindul, gyakorlatilag a másodpercek alatt, másodpercek, nincs egy másodperc, és működőképes a rendszer. Oké, a rendszer bebutolt, az első dolgom a hálózat beállítása. A hálózat beállítása az értelemszerűen szükségem van a megfelelő programra. Ugye, itt a lótparancsot parancsot akartam használni, bocsánat a rövidítésekért, szóval a lótparancs, parancs, de a lótparancs simán rövidíthető úgy, hogy azt írom neki, hogy L-Shift-O. Tehát egy L, egy Shift-O-t nyomok, és idézőjel a dollárt kell betöltenem a 8-as eszközről. Ez a floppy drive szalagos egységet én ma már nem használok. Van, aki még nyilván igen, de azt gondolom, hogy annyira nem érdekes. Szóval a 8-as eszköz a floppy drive, innen töltöm be a szoftvereket. Ugye betöltötte, ez egy a könyvtár listát adja, hogy milyen szoftverek vannak. A list parancs az, amivel ki tudom listázni ezeket. Elshift i nek írva egyszerűen ez is rövidíthető, itt se kell sokat gondolkozni. És ha itt megkeresem az első dolog, ami nekem kell lenni fog, az az if config, amit megint egy lóddal, ugye elsiftóval egyszerűen betöltök. Azt mondja, hogy itt pedig vesz 8-at kellene még írni. Az, hogy szóközök vannak, az különösebben nem érdekes neki, mindegy, hogy ezek hol vannak, csak ez a PRG nem kell ide a végére, azt még törlöm, nyomok egy return és ha minden nyomom, egy pillanatok alatt be is tölti nekem ezt a szoftvert, már loading van, szuper, mindjárt meg lesz. Betöltötte, úgyhogy nincs más dolgom, mint futtatni, és ezzel a hálózat beállítása meg lesz, rán a futatási parancs nem rú, azt elgépeltem az előbb, így néhet, beállítja szépen lassan a hálózatot, de hogy azért nagyon gyors működés ne várjunk, de egy egyszerű otthoni használatra ez egy kiváló rendszer. Oké, a hálózat be van állítva. Ez gyorsan el is tesztelem egy ssh keresztül, mivel a program nevét már tudom, egy fölösleges a újra betöltenem, úgyhogy egyszerűen load, illetve hát ugye ez sokkal egyszerűbb, és betöltöm az SSH-t is, azt is a 8 eszközről, minden jól megy, akkor az is meg lesz pillanatokon belül, és euh, tudok egyet SSH ebből látom, hogy a hálózatom működik. Az IP címet ugye az előbb ott fönt láttam, azt fölírtam, lássuk, működik-e az SSH, hm, működik, gyönyörűen be tudtam lépni a kedvenc Linuxos szerveremre, úgyhogy ez is rendben van. Onnan most uh, gyorsan kilépek, és akkor jöhet a webszerver elkészítése, az a következő lépés. Webservernek az egyszerűség kedvéért apacsot használok, az is ott van már a floppy drive-on előre, úgyhogy nyilván nem én fogom megírni most a webserver szoftvert, úgyhogy lássuk akkor az ő használatát, megint csak betöltöm egy L shift O, apacs, apa, hoppa, kimaradt egy H betű, apacs, így, azt is ugye a floppy drive-ról töltöm be, betöltötte, ez is működik, akkor próbáljuk ki, hogy kiszolgál-e az Apache webem. Az Apache futtatása is pofon egyszerű, a rán parancsal történik. Oké, okay, az Apache elindult, küldök neki egy egyszerű get kérést, a legegyszerűbb azt mondja, hogy get per, és lássuk, hogy a e oldalt. Ahogy gyönyörűen ad, oké, okay, kaptam egy 301-es kódot, hogy használjam https-sel a weboldalt, nyilván a HTTPS-t még nem konfiguráltam, az majd a következő alkalom témája lehet, és még sok mindent lehet csinálni vele, így már elsőre ennyit szerettem volna ebből megmutatni, lesz folytatása a témának, legközelebb 2018. április 1 -én is biztosan készítek belőle egy részt. Mára egyelőre köszönöm szépen a figyelmedet. Ha szeretnél még hasonló jó képzéseket DevOps Linux témában, akkor keresd fel a weboldalunkat a https2.perperdevopsakadémia.hu címen a ott további képzéseinket is megtalálod. Én már a búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmedet, további szép napot, szervusz!